Ábrahám Sándor hajdújárási almatermelő, aki egyébként a helybeli hűtőház igazgatója is, arra figyelmeztetett, hogy ha a tavalyihoz hasonlóan alacsony almárakat kínálnak majd nekik, akkor akár tiltakozásokat is kilátásba helyezhetnek. Jelenlegi helyzet hajdújáráson az, hogy környező településeken, tehát Noszán, Bácsszőlősen, Horgoson, Hajdukovon valamennyivel kevésbé elég szép almatermés mutatkozik. Hozzátenném még azt is, hogy most jelenleg az a szárasság egy kicsit belekevert a dolgokba, tehát elkezdtünk öntözni. Hajdukónak ugye a felső részét azt elverte a jég, tehát ők ipari almának fogják eladni. Át is térnék mindjárt az ipari almának az árára, tehát hogyha ők a tavalyi 4 dináros árat szeretnék realizálni, akkor én itt a hűtőházon belül és a többi hűtőházakkal össze fogunk fogni, és ugyanúgy fogunk eljárni, mint ahogy a málnások csinálták. Tehát ezen az áron mi ezt nem fogjuk elvégezni, ezt a munkát. Szarvas János királyhalmi gyümölcsösében éppen talajlazítást végzett, amikor interjút készítettünk vele. Azzal elég szépen fejlődik az idén, öntözés folyik, talajművelés, ugye ne legyen gazos, tehát próbáljuk óvni azt a kis nedvességünket, ami van. Tehát az alma termés az olyan 70%-os körül lesz. Minőségi szempontból milyen almára számíthatunk? Egyelőre tűrhető. Hát volt, bizonyos részek kaptak jeget, úgyhogy aki még megúszta, az tűrhető lesz a minőség. Lesz majd olyan alma, ami kimehet az orosz piacra? Hát nagyon reméljük, mert hazai piac bizony nem nagyon fogyaszt. Katona Róbert királyhalmi almatermelő gyümölcsösében éppen az öntözőrendszert szerelte fel, amikor felkerestük. Ugye a nyár elejei csapadékok nagyon jó jöttek az almásoknak is. Most értünk el tulajdonképpen arra szintre, hogy igazából a hosszantartó száraz időszak, illetve a meleg kezdi megviselni az almákat, hiszen termésileg azért elég szépen vannak a fákon, és hát ugye a sok almának sok nedvesség is kell, hogy nőni tudjanak. Most jelenleg egy olyan fázisban vannak, hogy a fák kezdenek bezáródni, már ami a lélegzetüket illeti, tehát a fák is egy ilyen biztonsági módba kapcsoltak tulajdonképpen, hogy minél kevesebb nedvességet párologtassanak el, és ilyenkor sajnos ugye a növekedés is lelassul. Öntözés. Tehát ez a kulcs, én úgy gondolom, hogy a jövőben erre kellene minél nagyobb súlyt fektetni. Mennyiségileg és minőségileg is milyen almatermés várható az idénre? Hát én ugye királyhalomról tudnák beszélni, egy elfogadható, erős közepes termést várok. Ugye, mint említettem, a nyár elejé csapadékokkal nagyon szépen megindult a növekedés. A fák egészségesek voltak, duzzadtak tulajdonképpen. Most van ez a nyár, tehát a július végi állapotban egy kicsit lelassult ez a növekedés, meg a nagy hőség miatt ugye kicsit sokkot kaptak a fák, de hát én nagyon remélem, hogy az öntözéssel újra beindulnak majd, és újra tovább növekednek. Vannak-e valamilyen előrejelzések a felvásárlási árat illetően, mert annyi mindent lehet hallani. Egyesek azt mondják, hogy mivel kevesebb alma fog teremni, ezért jócskán megugrik majd, vagy megugorhat majd az ára. Mások viszont épp az ellenkezőjét mondják, hogy a tavalyihoz hasonló alacsony árak várhatók. Tehát mi lehet itt az igazság? Nem is a hazai piac ugye a mérvadó általában, hanem a nyugat-európai lengyel, magyar termést szoktuk általában figyelni, hiszen ez fogja majd meghatározni az árakat. Ugye Lengyelországból azt halljuk, hogy lényegesen kevesebb termés lesz, mint tavaly. Magyarországról szintén ezt halljuk. Én nagyon remélem, hogy a tavalyi nyomott ár, illetve szinte a befektetett pénzeket ugye nem kapták vissza a termelők. Én nagyon remélem, hogy az idén igazából már ránk férne egy jó termés, illetve egy elfogadható ár is már a termelőkre. A minap Osztroganat Simonnal, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági tagjával is beszélgettem. Ő azt mondja, hogy például a léalma minimum felvásárlási árának úgy 10 dinár körül kellene alakulni, amíg a konzumalmáé legalább 35 eurócent kellene, hogy legyen, ahhoz, hogy kifizetődő legyen az almatermelés. Így van, azt tudni kell, hogy a tavalyi évben például a léalmát azt 4 dinárért vásárolták, sőt már
Sőt, még annyiért sem kellett. Annyiért sem, igen, még annyiért sem vették, és már volt 3 dináros ajánlat is. Na most azt kell tudni, hogyha a termelő megszámolja a zsákot már eleve, amiben ugye bele csomagolja tulajdonképpen ezt az almát, illetve a munkaerőt, akkor biztos, hogy nem térül meg ezért a 4 dináros árért. Tehát itt nagyon sokan tulajdonképpen a földön hagyták ezt a lehullott, gyengébb minőségű almákat. Igen, általában, hogyha nézzük az átlagárakat az elmúlt néhány évben, akkor talán ez a 10 dinár körüli ár volt, amikor már tulajdonképpen kifizetődő felszedni a földről az almát, és hát ugye itt számolnunk kell a munkaerőhiánnyal is, hiszen az órabérek is rohamosan növekednek, nincs munkaerő, nincs aki feltakarítsa, leszüretelje a termést, úgyhogy ez is a gazdáknak egy nagyon nagy teher. Ez mit jelent? Tehát mondjuk almaszedőket, meg itt akik a gyümölcsösben dolgoznak, milyen órabérét lehet találni, vagy mennyit kérnek ők? Hát igen, tulajdonképpen változók az órabérek. Most tulajdonképpen ami a jellemző jelenleg a 250 dináros órabér, ami általános, de én mindenféleképp úgy gondolom, hogy amikor elindul az almaszüret, és minden termelőnek majd szüksége lesz, hogy minél hamarabb betakarítsa a saját termését, ez az ár, ez emelkedni fog. És hol tudnak találni, vagy honnan tudnak találni munkaerőt? Hát az a jellemző, hogy Királyhalmon már tulajdonképpen nincs munkaerő, főleg Horgosról, illetve hát van olyan ismerősöm, aki egész Zomborból hordja a munkásokat.